Most pedig televíziónk vételkörzetébe tartozó további települések híreivel folytatjuk. A búza gyűjtéséhez igazodva a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara területi egységei megyei búzagyűjtő napokat és kenyérünnepeket rendeztek. Az ócsei eseményre Felső-Pakonyról, Vasadról és Gyáról is hoztak búzát. A Magyarok Kenyere olyan jótékonysági program, amelynek keretei között a magyar gyermekeket segítő szervezeteket támogatnak, nem csupán a határokon innen, de a határokon túl is. A program során a Kárpát-medence magyar lakta részéről nemzeti összefogással búzát gyűjtenek össze a segítőkész adományozóktól, és az így felajánlott búza egy részét liszt, a másik részét pedig kenyér formájában juttatják el a rászorulókhoz. A Magyarok Kenyere mozgalom elindítója kezdeteket elevenítette fel, de a támogatott magyar lakta területekről és intézményekről, valamint a magyar kenyér összetevőiről és a határokon túli megmaradás fontosságáról is szólt. Nem lobogtatunk zászlókat, hanem egyesítjük a magyar szántóvetők erőfeszítését. Ebből elkészül három nagy kenyér. Kettő Pécsre megy, egy Budapestre a Szentjobb körmenetre. Milyen íze is van ennek a kenyérnek? Ugye a kenyérhez négy alkotó elem szükséges. Az első a liszt. Ezt több mint 3000 magyar gazda Ungvártól Lendváig, Pozsonytól Sepsiszentgyörgyig adja össze. Kell hozzá só, mint hallottuk, ezt a parajdi utolsó magyar sóbányászok által művelt bányából kapjuk. Kell hozzá kovász, úgy hívjuk, hogy vendégkovász. A határokon túl mindig keresünk egy kis települést, ahol még él az a szokás, hogy a férhez menő lány az anyja házától viszi az első kovászát, azt a kovászt, amit az anyja is még a nagyanyjától hozott. Így jött a kárpátaljai Verbőcről, a székelyföldi Oroszhegyről, tavaly Bácskatopolyáról, idén a felvidéki Gútáról a kovász. És kell hozzá víz. Idén először a legmagyarabb folyó a Tisza forrásához fölment egy expedíciós csapat, és egy kis hordóba friss Tisza vizet hoz. Ez holnap oda kerül Orfűn, és ott majd egyesíteni fogjuk. Tehát, amit önöknek szeretnék mondani, hogy hálát adok a jószívű adományozásért, és három jó érzést tudok közvetíteni. Az egyik, hogy aki adott búzát, még ha csak egy marékkal is, az része lesz egy sok ezer magyar szántóvetőt egyesítő összefogásnak. A másik jó érzés, nézzék Szent István napon a televíziót. Az a kenyér, amit ott Erdő Péter majd megáld, az önök erőfeszítése, még ha csak egy szem búzával, de önök is benne vannak. A harmadik pedig, hogy mától kezdve 365 napon keresztül minden déli harangszónál 2200 árva gyermek, Böjte Csaba által ápolt gyermek, az imára emeli a kezét, és áldást kér az önök kezére. Úgyhogy ez az összefogásról, a szolidaritásról és a határokon túl a megmaradásról szól. Fontos, hogy képesek legyünk egy hívó szóra tenni, fogalmazott az országgyűlés alelnöke, aki arról is beszélt, hogy mit jelent egy kenyéren lenni. Az első szó a köszöneti. Köszönet azoknak, akik meghallották a hívószót. Köszönet a kezdeményezőknek, akik indították Korinek professzor úrnak, akik egy csodálatos gondolattal olyan egységet tudtak kovácsolni a gazdatársadalomban, ami nagyon ritkán fordul elő. Az ember szívét hálával tölti el, és örömmel az, hogy képesek vagyunk egy hívószóra mozdulni, képesek vagyunk adni úgy, hogy ezzel egy országot tudunk egységbe formálni.
a hagyományok alapján talán még önök számára ismerős az a szó, hogy egy kenyéren vagyunk. Tudják, a családokban, akik egy kenyéren voltak, örömben és bánatban osztoztak, és mindenüket megosztották egymással. Én azt gondolom, hogy most ezzel a kezdeményezéssel a nemzet éljenek bármelyik ország területén is azok a magyarok, akik részt vesznek ebben a programban. A nemzet egysége vált igazán erőssé, jött igazán létre, amikor az összeöntés megtörténik, amikor ezek a búzaszemek egyesülnek, amikor megéljük azt, hogy a székelyruhába öltözött barátaim, amikor Felvidék, amikor Vajdaság, amikor Kárpátalja gazdái összegyűlnek és egy szívvel, egy lélekkel, egy akarattal teszünk hitet a nemzet egysége mellett, azt hiszem, hogy az valamennyünk számára egyik legfontosabb és legfelemelőbb érzés. A behordás után nagy tiszteletű dr. Beher Miklós Váci megyés püspök, dr. Fabinyi Tamás evangélikus püspök és dr. Bogárdi Szabó István református püspök áldotta meg az összegyűjtött búzát. Urunk Istenünk, mennyei szent atyánk! Köszönetet mondunk a búzamag csodájáért, amelyet idén is megtapasztalhattunk. Gondviselő szereteted az emberi munkával együttműködve a föld terméseként ismét megsokszorozta a kenyeret adó búzamagot. 30-szoros, 60-szoros, sőt 100-szoros módon megszaporítottad. Istenünk, napfényt és esőt adtál, hogy az elvetett mag kicsirázzon, szárba szökkenjen, és az ért kalászban sokszoros termést hozzon. Hálát adunk, hogy idén is bőséges termés által biztosítottad magyar népünk mindennapi kenyerét. Áldásodat kérjük az új termésre, azzal az őszinte szándékkal, hogy jó testvérként elosszuk egymás között mindazt, amit nekünk táplálékul adtál. Áld meg, Urunk, a búzát, hogy az ország kenyerét süthessük belőle, jelezve összetartozásunkat és egymás iránti felelősségünket. Kerességünk emlékére, a szent vízzel, az élet jelével kérem áldását az összegyűjtött búzára. Áld meg, Istenünk, az összegyűjtött búzát, mindenható Isten, Atya, Fiú és Szentlélek. Az idén augusztus 7-én rendezték meg az összeöntés ünnepét, amelyre Magyarország és a határon túli területekről felajánlott jelképes minőségű búzát láttak, a ünnepési keretek között egyesítettek. A legnagyobb esemény helyszínű Pécs városa lesz, ahol augusztus 20-án a központi kenyérünnek keretében Böjte Csaba felfüggesen szervezés, és Korvinek László professzor a mozgalom emigrítője jelenlétében megáldják a legjobb búzával készült magyar kenyeret. A támogatást szeptember 20-án a gyermekek világnapján az adományozásának keretében osztják szét a rászorulók között. A szervezők azt kérik, hogy minél többen csatlakozzanak a nemes vállaláshoz, legyenek részesei ennek a nagy jelentőségű programnak, ezért kérik, hogy a búza adományával mindenki adakozzon, hogy együtt segíthesse a rászoruló gyermekeket. Jövő héten folytatjuk az Ócsai Hagyományőrző Egyesületben a Nagati Agrárkamara, az Ócsai Gazdakör, az Ócsai Önkormányzat, valamint a Felsőfokú Gazdakörökön Gazdi Szervezetek Szövetsége szervezésével valósult Ócsai programmal szóló összefoglalókat. Yeah.